gyerekek is besegítettek a faültetésbe a Tolnai Vosinszky Mor Általános Iskola udvarán. Az intézmény ugyanis sikeresen pályázott az egyik hazai pénzintézet úgynevezett hűsítő ligetek programján. Azért csatlakoztunk, mert nagyon szerettük volna az Ötvös utcai telephely udvarát egy kicsit megújítani. Ez a telephely arról volt híres, hogy itt óriási nagy hás és platánfák voltak, amik állandó árnyékot, tényleg egy hűsítő ligetet biztosítottak a gyerekeknek. Sajnos ezek a fák előregettek, megbetegedtek, baleset veszélyessé váltak, és a tavalyi év során belőlük jó néhányat ki kellett vágni, ami nem csak az itt dolgozó kollégákat és gyerekeket, de a szülőket is elkedvetlenítette. Ezért összefogtak, és hagyományteremtő jelleggel elkezdtek fát ültetni a búcsúzó negyedikesek, és illetve voltak, akik osztálypénzből még fát vásároltak, és a szülői segítséggel elültették ezeket. Az ötletgazda Geneiné Pál Zsuzsanna kolléganőm volt, ő pályázott ebbe a programba, és nagy örömünkre szolgált, hogy pozitív elbíráslásban részesültünk, és nyertünk, és a mai nap folyamán 7 fa és 14 bokor fogja továbbiakba díszíteni az udvarunkat. Az iskola pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, valamint a környezetvédelem hangsúlyozása. Nagy forróságban árnyékot adnak, vagy hogy ugye oxigént adnak. Ugye az oxigénre szükségünk van, mert az egyik életfeltétel. Meg állatoknak is adnak otthont a fák, nem szemetelek, vagy hogy ültetek fát, bok, növényeket, hogy ugye azok adjanak a madaraknak, élőlényeknek otthont, hogyha például madarat vagy ami kis állatot találok, akkor segítek rajta, például szólok ilyen környezetvédelmi szakembereknek, vagy például próbálom picit gazdozni, utána jelengedni, tehát hogy nem hagyom ott. Hiába, hogy ilyen picike a földlabdája ennek a fának, szeretünk neki jó nagy gödröt ásni, azért, hogy az első időkben, amikor növekszik, könnyen tudjon fejlődni a gyökere. Ma a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás megkerülhetetlen. A mi pedagógiai programunknak is része az, hogy környezettudatossá neveljük a gyerekeinket. Kicsibe fogunk kezdeni, minden évben ősszel és tavasszal vásárolunk virágokat, és a gyerekek segítségével ezeket elültetjük, a gyerekek segítenek ezeket ősszel meglocsolni. Ősszel, amikor a fák a lombjaikat lehullatják, akkor nagyon sokszor segítenek a technikai dolgozóknak azokat összegerebézni, összesöpörni, nagyokat játszanak is a lehullott tavarban, de ezzel is felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a fákat védeni kell, hiszen csak akkor fognak nekünk árnyékot adni, a levegőt hűsíteni, hogyha vigyázunk rájuk. Úgyhogy saját tapasztalataikon keresztül próbáljuk őket a környezetvédelemre oktatni. A Tolnai Iskola volt egyébként a 100. oktatási intézmény, ahol az 555. fát és az 1110. cserjét ültették el. Az országos kezdeményezésnek köszönhetően a 10 millió fa alapítvány szakértő együttműködésével már közel 50 féle őshonos fafaj nyújt majd árnyékot a gyerekeknek, akik így testközelből élvezhetik a növények jótékony hatásait. A 10 millió fa, mint országos közösség közel négy évvel ezelőtt jött létre. Azóta megközelítőleg 300 ezer fát ültettünk el az ország legkülönbözőbb pontjain, és most ennek kapcsán, ahogy, amiért ma Tolnában vagyunk, 100 helyen az országban, mind a 19 megyében ültettünk ennek a hűsítőligetnek a programnak a kapcsán. Ma 8 darab Szent István hársat ültettünk, jó illata lesz, és remélem, hogy a gyerekek is szeretni fogják, meg a tavasz élményéhez hozzá fog járulni majd. Illetve cseréket ültetünk, amelyek jót tesznek annak a kis ökológiai egységnek, amit a fák kezdeményeznek itt. Mindenek előtt ökológiai cél, illetve a klíma célra jöttünk létre. Tehát egyszerűen azzal, hogy olyan mennyiségben pusztította ki az emberiség a fákat, az erdőket, hogy muszáj visszaültetni ahhoz, hogy a légköri széndioxidot meg tudjuk kötni. De ezen túlmenően a szakértőink jeles
befolyása eredményeként az ökológiai és a biodiverzitás célokat is szem előtt tartjuk. Tehát nem önmagában szemléljük a fát, hanem egy nagy ökológiai egység keretében, amiben az állatok is oda tartoznak. Én azt hiszem, hogy a gyereki életkor a legjobb. Tehát akkor még nem kell mondani, a gyermek még természetben van. Nem csak azért, mert hogy fogékony a természetre, hanem egyszerűen természetes módon reagál, még nem okosodott ki, vagyis hogy nem butult el. A gyerek még okos. Tehát pontosan tudja azt, hogy a természettel hogyan kellene élnünk igazából, az állatokkal hogyan kell. Egy gyerek egészen másképp szeret egy állatot, mint egy felnőtt. Tehát, hogy az még az az állapot, amiben bízni lehet és remélni lehet, ezt volna jó megőrizni náluk, hogy a felnőtté válásuk során is ezt a fajta természetességet tudják magukkal vinni. A program nem csak a klímaváltozás ellen tesz a zöld felületek növelésével, de erősíti a tájegységre leginkább jellemző fafajok elterjedését, és a gyerekek környezetvédelmi nevelését is segíti. A gyerekek ráadásul aktívan részt is vesznek az akcióban, hiszen szerepet vállalnak az ültetésnél és a növények gondozásában. Tanítóik pedig szemléltető eszközként is bemutathatják a növényeket az egyes foglalkozásukon.